Hogyan marketingeljek egy itthon, nagyon gyerekcipőbe járó piacon, aminek a vezető egyénisége szeretnék lenni? A, én talán, ha emlékeztek rá, és amit itt röviden előbb felvezettem nektek, ugye már röviden, az edutainment, az a szórakoztatva tanításnak a stratégiája lesz az egyik legfőbb kiemelkedő dolog, amivel ki tudtok tűnni. Mit szükséges -e ezt tenned? Nyilván megnézed az, hogy a közönséged, hiszen még nagyon gyerekcipőbe jár, még nem is nagyon ismert mondjuk az a szokás, vagy az a, az a termék, vagy szolgáltatás, amit majd később értékesíteni akar a kérdezőnk, de emellett nagyon fontos, hogy te... Tud, hogy azzal a termékkel vagy szolgáltatással mire tudsz megoldást nyújtani. Azaz a potenciális vevőidnek milyen vágy vagy fájdalompontját tudod megoldani hosszú távon, és mi az, amivel tudsz nekik segíteni igazából. Ez nagyon-nagyon fontos lesz, mert innentől kezdve már is össze tudsz magadnak írni olyan témákat, Amiket gyakorlatilag ezekben az edutainment anyagokban később tudsz kommunikálni, akár írásos, akár videós, akár nyomtatott formában, vagy akár egy könyv formájában, és ezáltal például szakértővé tudsz válni a piacodon, és ezáltal te leszel az az első számú ember, aki igazából a vélemény lesz a piacon, és akit követni akarnak. Tehát ezért nagyon fontos, hogyha ha megvan gyakorlatilag, akkor innentől kezdve nézd meg mindig, hogy oké, okay, tudom, hogy mire tud a terméken vagy szolgáltatáson megoldást nyújtani, akkor nézzétek meg azt is, hogy szuper, akkor milyen témákban tudom én segíteni az érdeklődőknek, akik már lehet, hogy megvan picit a vágy és fájdalom pontja, de nekem szükséges ezt kommunikálnom ezekben a témákban írni, ezekben a témákban publikálni, és így elérni őket, és így kommunikálni velük folyamatosan. Tehát ez egy nagyon fontos szempont lesz, hogy ezt kialakítját, kialakítsátok magatoknak, amikor egy újdonságot szeretnétek bevezetni. Egy másik ilyen taktika lehet egyébként, egy taktikai elem, hogyha például egy újdonságot vezetsz be a piacra, hogy nézd meg, hogyha tudod ki a te ideális vevőd, akkor válasz ki, akár vagy keres meg mondjuk 5-6 olyan embert, és ez bármelyikőtök meg tudja csinálni, ha egy új terméket vagy szolgáltatást akar bevezetni, keres meg akár 5-6 olyan embert, akik tudod, hogy nagyon hasznos lenne a te terméket, szolgáltatásod, és ne csinálj mást, mint hogy értékesíts nekik például ezt a terméket, vagy te szolgáltatást, akár beszerzési áron, vagy bekerülési értéken, de utána te rögtön, amit tudsz még tenni mellé, hogy viszont rögtön mindenről véleményt kérsz róluk, akár Elmeséljék neked a tapasztalatait, mi az, amit tapasztaltak ezzel a termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és hogyha már az első eredmények is megjönnek, akkor például még abban is tudsz nekik segíteni, hogy, oké, okay, mindezt hogyan tudják még jobban a mindennapi életükben alkalmazni, majd pedig ők ezt elmesélik neked, és már is tesznek olyan embereid, vagy olyan vevőid, akik már gyakorlatilag letesztelték egy termékedet egy szolgáltatásodat, és amikor a nagy piacra akarod vinni, vagy a nagy közönség elé akarod bevezetni, akkor már rengeteg dologgal és tapasztalattal fogsz rendelkezni. Ezzel egyrészt, ha belegondoltok mindannyian, igazából a termékfejlesztési költségeiteket tudjátok a vevőkkel gyakorlatilag megvalósítani, hiszen ez egy win-win, nyer-nyer szituáció lesz. Nyernek ők is, mert részt vehetnek a termékfejlesztésedben, amivel akár az életükre tudsz hatással lenni a te termékeddel vagy szolgáltatásoddal, és nyersz te is, mert már tapasztalatod lesz, azzal kapcsolatban, hogy hogyan működik a piaci alapon a te terméket, szolgáltatásod vagy az új ötleted. Tehát ilyen szemszögből nézzétek meg, és ezt érdemes megvalósítani. Ha például belegondoltok, jobban, nagyon sokan csinálják például egy termék előtt, vagy egy szolgáltatás bevezetés előtt, hogy akár a legjobb vevőikkel tesztelik le. Ugye béta verziókat, prototípusokat, ezeket már számtalan szó hallottátok, hiszen így szereznek tapasztalatokat, vagy tapasztalatot, mielőtt a nagy közönség elé is bevezetik az adott dolgot. Ha hú, Megrendelted már a két új könyvünket? Ha nem, akkor gyere a pa.hu per ordogok oldalra, és már tiéd is egy plusz egy forint szállítási költségén augusztus 29-ig.